Sziasztok, Garajszky Péter vagyok, és ma megmutatom nektek, hogy hogyan kell nullább kengent csinálni. A nullább kengen az előző két trükk összetevője, bár egy kicsit kevésbé hasonlít az egyláb kengenre, mint hogy inkább a nullábra. Elsőre úgy próbáljátok ezt a trükköt, hogy asztalra, és csak lépjetek le a bicikli mellé. Fontos, hogy az a lábatok felé csináljátok, ami a hátsó lábatok. Ez így meg fogja könnyíteni továbbá későbben az, hogy forgások közben, hogy hogyan kell ezt csinálni. A nullább kengennél fontos ugye, hogy ezt fokozatosan kezdjétek el, mert akkor könnyebb visszalépni elsősorban. Szóval fokozatosan kezdjétek el, és én igazából azt vettem észre közben a trükk közben, hogyha inkább hátrafelé csináljátok, az sokkal biztonságosabb és is stabilizálja a biciklit. Hogy előrefelé csináljátok, akkor sokszor megesett az, hogy belerúgtok a pedálba, amiközben nyújtjátok ki, vagy esetleg beletérdeltek a kormányba, és azok ezért eléggé komoly rizikófaktorok. Szóval inkább próbáljátok azt, hogy hátrafelé nyújtjátok ki, és próbáljátok összezárni a lábatokat, nem csak azért, mert hogy ez jól néz ki, hanem azért is, mert ez még egy nagyobb stabilizációt jelent számotokra, és jobban tudjátok így nyújtani a lábatokat, mert így az egyik láb megvezeti a másikat automatikusan.